az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén minden feltétel nélkül fogadják magukban dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. Richard Wagner, német zeneszerző előbbi gondolataival szeretném köszönteni a Megafon Fúvós Együttes férfi tagjai nevében a jelenlévő hölgyeket nőnap alkalmából. A fiúk mindjárt egy szám virágot, a zenekar hölgy tagjainak. Első műsorszámunk Hans Kollitz német zeneszerző és karmester szerzeménye, melyet Jean Drake néven komponált Boogie Forever címmel. Ezt követően szintén Hans Kollitztól, ezúttal Hans Kollitz néven a Filmfesztivál című számát hallhatjuk. Ebben olyan filmek zenét hangzanak el, mint a Rivalda film című Charlie Chaplin film, Hatari John Wayne-el, a Keresztapa, a Hófehérke és a Hittöpe, a Volt egyszer egy vadnyugat, a Legnagyobb show a Földön, Charlton Heston főszereplésével és a Love Story. Tehát első két műsorszámunk Hans Kollitz, Boogie Forever és Filmfesztivál című zenéje. Vezényel Szápai János. Thank you.
Szeretnénk megragadni egy pillanatot, hogy köszönetet mondjuk a Szarkasi Rezes Banda tagjainak és még néhány zenész ismerősünknek, hogy csatlakoztak ma este hozzánk, és itt tették színesebbé, teljesebbé a műsorunkat. Köszönjük! Együttesünknél már hagyományá vált, hogy a zenei pályára készülők eljátszanak egy hangszerükre íródott darabot a zenekar kíséretében. Szél Bence kültösünknek is elérkezett ez a pillanat az életében. Kérdeztem Bencét, hogy mit említsek meg róla, és viccesen megint mondott, hogy Cindy. Hozzátette, hogy a Debreceni Egyetem Zeneművészet Karának vadászkölt főtájszakos hallgatója. Szálkai János tanár úr tanítványaként kezdte a zenei tanulmányait, és zenekarunk tagja már 9 éve. Néhány szó a műről. Ted Hudgens, születési nevén Hendrikus Cornelius van Inschoten. Holland királyi zeneszerző 1981-ben egy műve következik, Air Poetica for Horn and Band címmel. Szabad fordításban légies játék, vadászkültre és fúgózzenek van. Tehát Szél Bence következik, Ted Hudgens, Air Poetica for Horn and Band.
Kis Tibor, indie együttes, most úri pontosan. Egy újságcikkben így írnak róla. Számtalan elmélet terjed arról, hogy miről szól az eredeti dal. Van, akik szerint a drogozásról, a rehab utáni időkről, szerelemről, mások valamiféle mély magyar értelmet adnak az egésznek. Kis Tibi viszont tiszta vizet öntött a pohárba, és elmondta, hogy a szám semmi másról nem szól, mint az elengedésről. Arról az érzésről, amikor elengedünk valami nekünk kedveset vagy fontosat. A dalt nagyon sokan feldolgozták, de mindközül a leghíresebb a Csíkzenekről féle változat. Ezzel vált igazán országosan ismerni a dal. Mi most nem ezt a változatot fogjuk előadni, hanem Bán László hangszerelésében adjuk elő, tőle több művet is játszottunk már, ma este is lesz még róla szó. Meglepetésünk is van, közreműködik gyönyörű énekhangjával a Kóti Csilla. Ő maga a Bogus hangszerekhez áll közelebb, de két testvérének köszönhetően Zsanett és Szilvi, ott a formulák mögött, Csilla Fenegyelmi jó barátja, a Fenegyelmi követelő. Ajándékozott már meg minket csodálatos hangjával többek között a Boba Marát és operett összeállításokat is hallottuk tőle. Kis Tibor, Indi, most úgy pontosan, Fúvó zenekarra hangszerelte Bán László, ének Kóti Csilla.
érte, hogy tudjam, hogy egy kicsit pihenni húzom az időt, feleslegesen játhassam a számat, teket óriázza, hezitálja, totojázza, tereljem a szót, téblámolja. Petőfi Sándor, János Vitéz, tüzesen süt le a nyári napsugár, az ég tetejéről a jogászfolytára. Fölösleges dolog sütnie, hogy nagyon jogászunknak úgy is nagy melege vagyunk. Elég lesz? Egyébként. Folytassuk a műsor. Farkas Antal. Kettő zeneszerzőt ismerünk ezen a néven, apát és fiát. A következő műsorszámunkat az apa komponálta, aki többek között a Tenkes Kapitánya című filmsorozat zenéjének hangszerelésében is részt vett. Farkas Antal éveges tánc következik. Thank you.
Jakob Dehaene, holland kortárs zeneszerző, 1980-as években már ismert egy technikailag megfogható és filmek által ihletett zenéjével. A filmzenét általában úgy írják, hogy megfeleljen a forgatókönyv cselekményének. Jakob Dehaene, Last Story a című darabja bizonyíték, hogy másképp is lehet. Érzelmekkel és hirtelen változható hangulatú dallamokkal állíthatott zenéje nem filmhez készült, mégis változatott cselekmények elegülnek meg benne. Engedjék hát szabadjára a képzeleteket, és képzeljenek el a zenéhez egy saját történetet. A mű címe is ezt jelenti, a történet. Jakob Dehaene, Last Story, vezényel tovább egy Szárvai János. Thank you.
Heizelman Mihály, a magyar operett egyik szülőtja. Többek között olyan operett slágerekkel ajándékozott meg minden, mint a Lesz maga jut is az enyém, Én is a kisegységnek, Van, aki bevallja a Horvilágos éjszakán, Fekete Péter öcsém, Paplak mellett a mikrokatika, Hosszú az éjszaka, 46-os sárga villamoson. Ezekből a slágerekből alkotott művet a már korábban említett Bán László, aki a Magyar Fúgózenei és Magyar Szövetség elnökségi tagja. Jellemző rá, hogy nagyon gyorsan és könnyedén hangszerel bármilyen zenét, bármilyen fúgózenekari összeállítása. Több operettet is játszottunk már tőle, most az Egyzem a 41 című számot adjuk elő. Ének hangjában ismételten közreműködik Kóti Csilla művésznőnk. Önök is énekelhetnek, tudottan, de kérjük figyeljenek a váltásokra, és kövessük tanárok kezét és szemét. Thank you.
kezdeti műsorszámunk előtt szeretnék köszönetet mondani Kisújszállásváros önkormányzatának és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolának, hogy zenekarunk működésében kiemelkedő szerepet játszanak. Szeretnénk még megköszönni a Vigadó Kulturális Központnak, hogy ezt a csodálatos helyszínt évről évre biztosítja számunkra. Valamint szeretnénk megköszönni a hangosító kollégáiknak a gondos munkáját. Köszönjük szépen! És akkor befejező műsorszámunk a már tőlünk hallgatott és közkedvelt, népszerű, kapós, kelendő, felkapott, Beregi Vendel dalcsoport. Szeretném, hogyha ők is visszajönnek. Van egy strófa, amit szerintem sokan ismernek, majd jelzek, énekeljék velük. Köszönjük. Thank you.
az utolsó utáni műsorszám következik. Jean Drey, akit már tudunk, hogy Hans Kollitz, további művész nevének Hans Hermann Kurt Szorbus Dalot kerek. Charleston Selection című számok következik, és ez tényleg az utolsó vezényelszálltai játék.